9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rajz! A 16. alkalommal rendeztük ma a fiók maratont. Hát ne vagyunk maradva a szupermaratontól háromra, de ezt mindig tudtuk, hogy csak követjük őket. Ugye ők ma jövő héten jönnek, és 19. alkalommal. Mi 16, de nem kevés. És hát a legnagyobb öröm mindig az időjárás. Nagyon szép volt a időjárás. Még mindig futkároznak itt a gyermekek. Általában azt lehet mondani, hogy 16 alkalommal kétszer talán rosszabb idő volt, de mindig kifogtuk. Tehát egész kellemes körülmények között zajlott a verseny. Tavaly beszélgetünk arról, hogy kicsit elmentünk a három község és Bábolna város irányába, inkább a váltót erősítettük meg. Viszont most minden szervezés nélkül úgy éreztük, hogy megjelentek újra a felnőttek, különösen Oroszlányból, az Ortinak a nagyon remek triatlonistái. Ezzel tényleg színesítették, minősítették a versenyünket. Ez mellett a váltóknak a létszám az megmaradt, tehát nagyon szép létszámmal megjelentek a három község és Bábolna város váltói. Hát speciálisan futószakosztály nincsen. Ugye az 6. szakosztály, akik mivelik a futást, ugrás, dobást, tehát azok inkább a Komárom megyében nagyon híres futóversenyeket a veterán szervezésben látjuk. Ugye a sprintet ismerjük Tatán, és hogyha most újra visszautalunk a Bécs-Budapest szupermaratonra, Komárom megyéből 8 csapat fog indulni, tehát nálunk megyében hagyományai vannak a futóversenynek, de ez inkább a veteránra vonatkozik, meg hát a tömegsportra. Ez a mai verseny is inkább a tömegsportról szól, és a gyermekekről. Dupla bar szerencsére, Tatán ugyanebben az időpontban van a Csuló emlékverseny, ugye meghalt ez a volt nagyon lelkes futó, és mindig ütközünk. Ma volt Tatán délelőtt a tó mellett ez az emlékverseny, és a veteránok arra versenyre mennek, mi pedig ugye már most többször megerősítem, inkább a diákokra érezzük ki a figyelmet. Három település, egy Kocs, Banna, Nagy Igmán községek és Bábolna város. Tehát ez a verseny valamikor úgy indult 16 év előtt, hogy Kocsra elfutottunk, csak hát ez a Kocs Nagy Igmán olyan messze volt, hogy a utolsó két váltótagnak viszont beletörött a bicskája 12 éves gyermekeknek. Tehát maradtunk ennél rövidebb szakasznál, az egyéniben 13 kilométert futottak itt a versenyzők. Ez 14 év alatt és 14 év feletti kategorizálás van, az eredményhirdetésnél is majd ezt fogjuk látni. A váltók pedig ugye 4 részre osztódik a 13 kilométer. Hát a létszámban, mivel ahogy beszélgetünk most, hogy az egyéni indulók száma megnőtt, a váltók ugyanolyan jó létszámban megjelentek, a 150-160-as létszám bőven megvolt az idei versenyen is. A bábolnai váltó csapatok száma legtöbb, ez már több éve így van, a többiek úgy arányosan, vagy a fiúk erősebbek, vagy a lányok erősebbek, de Bábolna az mindig több váltót szokott állítani, mint a három. De Bábolna város. Minden évben őgünk, mógunk, hogy most mi a következő év, mit akarunk, valami nagy durranás. Igazán annyira közelik a 20., hogy már csak hármat kell megélnünk, hogy tényleg csináljuk. Hát próbáljuk persze addig szépíteni, emelni a minőséget. Ezzel az ortisok megjelenésével talán ezt most elértük, de majd próbálunk tovább tekinteni. A kicsiknek, arról nem is beszéltem elnézést, az a kedvem, a kicsiknek itt a Nagyigmándi műfaszkői verseny az nagyon jó hangulatú. Ezt már idén is bővítettük, tehát már több korosztálynak rendeztünk versenyt. Ezt érdemes csinálni, hiszen nagyon jó hangulat. Én azt mondom, hogy mire a 20-at odaérünk, talán egy egész felnőtt kategóriában is nagyon jó versenyt fogunk rendezni 13 kilométeren. A fiók maratoni 16 évvel ezelőtt kezdődött, és 16 év óta minden évben részt veszünk. Ez a rendezvény a Bécs-Budapesti futómaratonnak a kísérő rendezvénye, és emellett még ugye a Bábolna-Bőnyben a futóversenyt rendezzük a diákoknak. Ami most van, vagy ami lett, ilyen ragyogó jó időben, az a Banna-Nagyigmándi futóverseny, a Koccsal közös rendezésben. Nagy öröm számunkra, hogy ezekben a rendezvényekben évről évre részt veszünk, és hasonlóképpen az előző évekhez a létszám ugyanannyi. Körülbelül 30 csapat jelentkezett, és olyan 150 körüli volt a létszám. Bábolnáról a bábolnai iskolások azt hiszem, hogy 4 csapattal vettek részt, és hogy milyen jó eredményeket értek el, azt majd a díjkiosztóról pontosan fogjuk mondani, illetve mutatjuk majd a képeket. Én erről most nem akarom külön, mert a gyerekeket név szerint nem ismerem, csak a csapatok létszámát tudom.
Ez a Komárom-Esztergom megyei atlétikai szövetségnek a szervezésében szerveződik meg minden évben, tehát a szakmai hátteret a megyei szövetség adja, annak is a főtitkára, aki effektíven részt vesz ezekben a feladatokban, és minden évben általában Nagy Igmándon jövünk össze a megszervezésére. Ez most is így történt, és Nagy Igmándon a polgármesteri hivatalban jöttünk össze a társközségek, és ott döntöttük el, hogy akkor ki mivel vesz részt a futókon kívül. Az önkormányzat kulturális és sportbizottsága megkapja azt a meghívót a szövetségtől, amikor a közös rendezést csináljuk. Az idén is úgy történt, és ezen kívül pedig a konkrét feladatoknak a végrehajtását a pedagógusaink csinálják, és a gyerekekkel közösen tudjuk megrendezni. Ugye a sportnak, minden sportnak az alapja a futás. Futás nélkül nincsen sport, mondhatnánk, és azt tapasztaljuk, hogy ezeket a távokat, amiket itt mi kijelölünk egymásnak, ezt nagyon szívesen futják le. Jó a megítélése a környéken is, és hát gyakorlatilag Kocstól, Nagy Igmándon, Bábolnán, Banán keresztül ezek a rendezvények zajlódnak, illetve ugye a minimaratoniba pedig a BBB nevű futóverseny majd, ami a következő, és az is egy kísérő rendezvény, az pedig Bőnytől indul és Bábolnáig tart.